Na, elosztok, srácok! Nem véletlenül állok itt az alsó újlagtáblánál. Jobban mondva, ugye ez az alsó újlag vége tábla. És gondolom ebből a dologból, hogy én az alsó újlag vége táblánál állok, ebből már kitalálhattátok, hogy gyakorlatilag ez lesz az utolsó rész alsó újlagból. Bevettétek, gyerekek! Jaj, jó van! Kezdjük el a munkát, gyerekek! Jaj, ne bevettétek! Jaj, ne bevettétek! Na, valamit csináljunk. Egyébként megláttam ezt az alsó újlag végetáblát, azt mondom, mert ebben kell valami viccet csinálni. Gyerekek, itt mit vesznek? Mit vesznek itt? Álljuk meg egy szóra. Álljuk meg egy alsó gyomra. Jó, szerviz! Ja, itt is van szerviz. Jó, ott meg semmi. Itt meg mit lehet? Ja, itt meg megtölteni a dolgokat. Jó, a gyerekek, fölvegyek a padlásra, várja, megnézem, hogy elbújt-e a bari. Várjátok, föl lehet menni padlásra, ne őrítsél meg! Gyerekek, hát mindjárt jönnek a zombik, tiszta szenvedést, die stílusba veretjük. Itt van egy kis szóba, itt van egy kis szóba. Jó, van, ide föl lehet mozni a barit, aztán itt meg lehet egy kicsit. Az autó kombiné módot be lehet neki állítani. Jaj. Na, miről beszéltünk ezelőtt, ugye? Arról, hogy elindítjuk gyakorlatilag az időt. Tehát mostantól 15-ösön fog menni az idő haladni, és ebbe én nem szólhatok bele, nem állíthatom meg, nem csinálhatok semmit. Szóval innentől teljesen meg fog változni az egész játéknak a képe. Yes! Nyomjunk egy tabot, indítsuk a munkásokat, nyomjunk egy tabot, indítsuk a munkásokat, mert ebből nem élünk meg. Na, kicsit el kellene szeparálni ezeket a kombájnokat, mert bele vannak keveredve, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe, ugye, hogy ahogy Bundy mondaná, bele vannak keveredve, mint nem is tudom, mi a házi cérnába? Majom a házi cérnába? Ó, nem tudom egyébként. Na, gyerekek, új módot nem hoztam, mert egyelőre ugye most azokat a projekteket kellene megvalósítanunk, amik mennek. Úgyhogy, várjátok, hogy állnak a kombájnok? Mindig megkérdezitek egyébként, hogy hogy hívják azt a modot, amelyik ugye kiírja, hogy milyen, mennyire vannak megtelve a kombájnok, vagy a különböző eszközök, hogy állnak. Hát az valami glace egyébként. Ezt komolyan mondom, minden részben be kell mondanom, mert ezt tényleg mindig kérdezitek. Na, olvasgattam ma rengeteget, és tudjátok miről? Végre kitanultam azt az Icarus témát, mert mindig beszéltem Icarusokról, meg érdekelnek is az Icarusok, és mindig hülyeségeket mondtam. Egyébként Zoli, amit küldött nekem modellt, ahhoz járt egy ilyen kis Icarusos könyv, vagy ilyen újság, ilyen füzet, és abban voltak rengeteg érdekesség, és annyira felbőszültem én ezzel az újság, emiatt az újság miatt, hogy én elkezdtem különböző dokumentumfilmeket nézni Icarusokról. Például van a 21. YouTube-on fönn van a 21. század Icarus, ezt beütitek, akkor van egy olyan tévéműsor, ugye az RTL-en megy, abból van egy olyan rész, amelyik az Icarusokról szól. Ez meg mit csinál itt, gyerekek? Ahaj, várj, állj meg! Na, erről volt szó. Mondom, hol megy ez, gyerekek, már a Holdon? Erről van szó, ez megindult. Ja, gyerekek, hát itt ez mit csinál volna? Megindult itt mindenen keresztül egyébként, ez, ja, ez nem jó. Ó, Sanyi. Jó. Mert ugye most már itt össze van szántva, és úgy gondolta, hogy ő neki az nagyon jó lesz, hogyha az összeszántott területet elkezdi bűvelni. Figyeljetek, én azt fogom csinálni, megmondom őszintén. Marha nagy ötletem van, hogy megindítom így. Megindítom így, és akkor ott meg vissza fog fordulni, és akkor így keresztbe kezdi el nyomogatni ide-oda. Ugye? Ja, majd ránézzük, mert itt nehogy hülyeségeket csináljon. Ja, hány százalékon van? 66, 34, árpa, nem gond. És ugye most már mivel megy az idő, figyelnünk kell basszus az árakat, mert össze-vissza fognak változni, bár ugye az a baj, hogy a izét meg nem írja. Itt nem írja azt az árat, amire nekem szükségem lesz. Ez micsoda itt? Csépel terület, fú, gyerekek, van itt minden mindező. Játékidő. Összesen 7 óra 18 perc, annyit játszottunk ezen a mapon. Tök jó, vannak itt ilyen kimutatások, nem is emlékeztem rá. Igen. A búza az csak ennyibe fáj most.
A Raptor az viszont nagyon jó magas. Na jó van gyerekek, mindegy. Meg ugye a hamsterezést is kellene csinálni, és össze kellene durrantanunk annyi pénzt, amennyi nekünk elég lesz az UTB-re. Az UTB-t írtátok, hogy egy kicsit csites, nem baj gyerekek. Megmondom őszintén, azt fogom csinálni, hogy nem fogom használni olyan helyzetekbe, amiben gyakorlatilag a csitessége kijönne. Tehát nem fogok vele ihatárcsát húzatni egy UTB-vel, meg ilyesmi, hanem megpróbálom ugye normálisan játszatni. Kicsi tárcsával, kicsi vetővel, meg ilyesmikkel. Az MTZ-re gyerekek figyeljünk rá nagyon, mert nehogy hülyeséget csináljon, úgy látom, hogy dolgozik. Tényleg, bocs, de rá kell néha néznem. Ilyenkor arra vagyok kíváncsi, hú gyerekek, ez a sztálamunkkal keresztbe hoztam. Arra vagyok kíváncsi, hogy itt vissza fog-e fordulni, hogy elmegy a végéig, de szerintem visszafordul, ugye? Az jó lesz gyerekek. Ó, hát ez nagyon jó, oda nézzél. Visszafordul, és akkor így oda-vissza fogja csinálni. Na, az UTB-t kellene ugye ráállítanom még erre a területre. Tudom, a kombájnok meg lassan végeznek. Az UTB-t kellene ráállítanom arra a területre, és akkor lenne nekünk jó. Igen, a sodrózást írtátok, úgyhogy... Hát, most rendsodrót nem fogunk menni, viszont UTB-re gyűjtünk, emiatt... Kicsit most megzavar, mert már 15 óra és nem sokára este lesz. Emiatt teljesen felborul az egész játékstílus. Most egy picit meg vagyok szeppenve, hogy mégis mit kellene csinálnom. Először is meg kellene nézni, hogy hova kell rakhatnám át ezeket a kombájnokat. Olyan helyre, amelyik nekünk még jó lenne. És nincsen messze, és könnyen tudnám hordani még a szemet. Ugye? A szemet szemért. Ott is egy nagy terület, várjatok, a mögöttem lévő terület, ja, az kukorica, az az a nagy marha nagy kukorica tábla, egyszer már arattuk azt. Jó, ez végez ezzel, az végez azzal, a középső nincs semki, oda ráállítom. És az a lényeg, hogy itt szembe azt hiszem, hogy kukorica, vagy buza van, vagy árpa. Nem tudom, nem majd megnézzük. Látjátok, ide is rá tudok egyet állítani a középsőre, és akkor mire hármat learatja egy-egy kombáj. Gyerünk, mennyi barátom. Jó, oké. Viszont... Szerintem... Nem, a gyerekek, menjünk, ráérünk egy kicsit, dolgozzunk is, jó? Dolgozzunk is. Oké. Meg amúgy is beszélgetni is akarok veletek, nem csak az, hogy őrült módon dolgozni. Van egy projekt, most elvárulom nektek. Egy olyan projektet találtam ki, amiről gyakorlatilag még senki nem tud, talán két ember. Egy olyan játékstílus, meg egy olyan dolog, ami teljesen más lesz mindenféle. Ugye többen vannak, akik foglalkoznak farming szimulátorral, meg különböző ilyen játékokkal, mint amivel én. Ugyanazt fogjuk tolni, de olyan, az a baj, nem akarok róla nagyon mondani semmit, hanem ez egy meglepetés lesz, de arra készüljetek fel, hogy nagyon-nagyon durva, nagyon-nagyon érdekes dolgok lesznek itt még srácok a csatornának közeljövőben, egy héten belül körülbelül. Hát szerintem a hétvégén biztos, hogy be fog indulni az a dolog, de nem akarok róla semmit mondani, mert nagyon nehéz elmagyarázni, de egy olyan különleges gameplay sorozatok fognak indulni, ami mondjuk úgy, hogy külföldön csinálják páran, de Magyarországon nem. Valahogy nagyon rákaptam erre, ötletet merítettem. Most nem úgy gondoltam, hogy loptam az ötletet, mert igazából ismerőssel beszélgettem erről, és vele így... Mondhatjuk, hogy ő talán az ötletgazda. Ő nem videós, ugye, csak ő mondta, hogy például ezt a stílusú játékokat, azt a játékstílus nagyon szereti. De most az a baj, hogy nem merek mondani róla semmit, vagy nem akarok róla semmit mondani, viszont mégis nagyon mondanám, de inkább majd meglátjátok, jó? Ja, az Icarusokról olvastam sokat. Úgyhogy Icarus téma lehet, hogy ebben a részben lesz, csak közben meg figyelem ám a izét is ezerrel. Ugye a... kombájnokat majd ürítjük. És 15 óra 48 van, szóval valószínűleg, hogy bele fogunk futni még ma az éjszakába is, meg ki tudja, hogy még az időjárás is hogy fog változni. Egyébként ezt a
ezt a modot, amit kértétek, hogy... Vagyis egy ember mindig kéri, hogy rakjam be ezt a... Daylight mód, hogy az a... teljesen sötét legyen. Az nincs benne, mert azért nem akarok megbolondulni, hogy korom sötétbe játszok. Meg szerintem nektek se lenne egy nagy élmény, hogy... hogy szó szerint korom feketeségbe... vezetnénk, de egyébként nyugodtan írjátok, megszavazhatjuk, hogy... kell nekünk az, hogy... reálisan korom sötét legyen éjszaka. Éjszakánként vagy ne. De az a baj, hogy én... leginkább az lenne a baj ezzel, hogy gyakorlatilag nem sokat láttátok a játékból. Én azért nem szorgalmazom ezt, vagy azért nem támogatom. Ja, egyébként most bejöttem ide belőle. Van egy olyan érzésem, hogy nem tudom, hogy ezt az egészet össze fogom rántani. Azért is egy kicsit próbálok olyan helyen menni, ahol biztos sokat szedek fel. Bár nézzük meg, mennyi van vissza. Hát, azért egész jól fogy. Egész jól fogy. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy itt elvágom. Így, és akkor ilyen kis helyen szedem össze. Azt utána meg akkor, hát kis helyen, idézőjel a kis helyen. És akkor utána meg még egy, még a másik helyen külön. Kettő hamstert össze lehet elakasztani, ott lenne jó, mi? Vagy egy nagyobb hamstert venni. Az lesz jó egyébként, hogyha tényleg szélesebb vágóasztalú kombájnok lesznek. Mert akkor már nem kell. Nem lesznek ilyen sűrűen ugye ezek a rendek. Jó, srácok. Pénzkeresési van. 90-100% a kombájn. Ez mit csinál? Ez nagyon jól csinálja. Egyébként teljesen jó. Én büszke vagyok az MTZ srácra. Ügyes. Jó. Ez hány százalékon van? Ez is 91%-on van, viszont ez végzett. Akkor hadd csináljam már azt, hogy elhozom erre fele. Ide mondjuk. Ez hány százalékon van? Ez 54%-on van. De ez egy kicsit beakadt, nem jól vágja. Még menjen, vág le ezt még barátom, addig elhozom a... Ez meg 100%-on van, addig hozom az ifát és akkor megcsináljuk. 70 000-be fáj az UTB, azt meg fogjuk venni, meg kellene hozzá még egy tárcsa ahhoz is, és akkor ugye kettővel tudnám végeztetni a munkát. Kettő traktorral. És ugye vetni kell, lassan vetni kell, gyerekek. Lassan vetni kell. Nem tudom, mi legyen a sorrend most. Mekkora tuskok. Kicsit azért írhatnátok, most megmondom őszintén. Lehet, hogy jó lenne, hogy valamilyen sorrendet így felállítanánk. Hát picit meg vagyok lőve. Én almondó vagyok, hogy talán itt van mellettünk egy terület, ez se rossz. A patakon túl. Csak az a baj, hogy itt patak van, és nem tudunk átmenni csak a hidon. Ja, de ott még nem jön... Nem tudom. Ez a terület se lenne rossz. Van itt mit aratni még bőven. Ja, az, na, ugye meg lesz az UTB, akkor lesz még egy tárcsa rá. És... akkor a izért kellene megvennünk, ugye? A Zetorra megvernénk a vetőt. A nagyvetőt. A Zetorra, ha meg lenne a nagyvetőnk... akkor... gyűjthetnénk... a rábára... és az IH tárcsára. Mert azzal mégis azért gyorsabban mennének a területek, mert lassan el fognak fogyni az aratható területek, és igazából nem fogok tudni mást csinálni. Úgyhogy az lehetne a jó megoldás. Az IH tárcsa meg a rába. Viszont a permetezők helikopter 500 000-ért az sem lenne rossz. Na ugye permeteznünk azt meg mindenki. Azt mondjátok meg, de aki tényleg vágja nagyon a Farming Simulator 15-öt, hogy hányszor kell, mert ugye itt nem írja, hogy hányszor kell permetezni vagy trágyázni, mert ugye a permetezés a trágyázás az teljesen ugyanaz, annyi, hogy hozamot növel. De hogy hányszor kell ezeket megcsinálni. Mert ugye ez például későbbi Farming Simulatorokban beállítás függvénye, viszont a 15-ben nincs ilyen állítási lehetőség, és nem is írja, hogy hányszor kell. Úgy emlékszem. Úgyhogy akik nagyon vágják, azok mondják már nekem. Oda nézzetek, mekkora kukorica izé van. Mekkora kukorica tábla van ott. Hát ez lehet, hogy nem fog beleférni. Megnézzük.
Jó, eladjuk. Ha, elég hamar meg lesz az UTB-em. Meg azt hiszem a tárcsa az talán 15 ezerbe kerül. Úgyhogy ez jó lesz. A izét ezt el is adhatnám. Ja, valaki írta, hogy nem lenne muszáj úgy vennem meg P betűnél ugye a... Nem P betűnél kellene megvennem a dolgokat, hanem csinálhatnám azt, hogy oda megyek a bolthoz és akkor ott veszem meg. Amúgy az is egy jó ötlet. Annyi, hogyha mondjuk traktort veszek, akkor nem érdemes oda menni, hanem abba be tudok ugratni. Olyan nehezítés semmiképpen nem szeretnék magamnak, hogy... Pazza gyerekek, 5 óra van. Délután 5 óra van, hallod? Ez nagyon jó. És azt akartam csinálni, először arra gondoltam, hogy csak ötösen menjen az idő, de mondom, az... Én kipróbáltam, az nagyon lassú, az gyakorlatilag tényleg ilyen... Ilyen egy részben, például nem is lenne... Mondjuk egy óra alatt lenne körülbelül talán egy fél nap elmegy. Akkor legyen az, hogy minden részben lesz így, gyakorlatilag minden gameplay részben, nappal is, meg éjszaka is. És most ebben a részben bele fogunk menni az éjszakába. Azt a betyár, egy kicsit para. Amint nem az, hogy félek a éjszaka, csak attól félek, hogy egyébként ugye fel kell kapcsolgatni, de várjatok, ha felkapcsolom a villanyokat, lehet, hogy az pénzbe kerül. Mert ugye például itt is, ott van egy trafóállomás, amikor ilyen, egy csomó helyen van ilyen trafóállomás, ott oda mész és fel tudod kapcsolni a közvilágítást, de szerintem az pénzbe kerül. És ugye a telephelyen is van ez a közvilágítás. Szerintem az úgy fogja vinni a pénzt, mint a szar. Mert még emlékszem, régebbi részekben is írtátok, hogy kapcsolod le, mert mit tudom én. Mert eszi a lóvét. Akkor inkább az a veszek éjjallatot, gyerekek, ne vicceljetek. Na hát az így lesz, így. Jó, hát kihoztam ezt, ezt nem akarom most itt szenvedni, mert kihoztam. A kettő combine-t, azt meg már küldhetném is át a másik területre. Mondjuk arra is rárakhatnám. Hát most nem is tudom, melyikre rakjam rá. Itt a MAV körül learatunk mindent, úgyhogy igazából mindegy. Lehet, hogy rárakom arra a területre ott. Vagy inkább erre? Inkább legyen erre. Búúú gyerekek, van egy csomó learatható hely végem. Még rengeteg pénzt ki lehet nyerni, de tök jó így, mert belakom az egész területet. Vagyis az egész mapot. Mert eddig tényleg azt csináltuk régebbi részekben, egy-két területet műveltünk meg, azt annyi volt. Na várjatok, itt akkor hadd szóljon. Meg akkor hozom ezt is. Ezt lehet, hogy itt rá tudom állítani, és akkor az meg már jó messze van tőle. Jó, ez itt jó is lesz. Hó, hát ezt nagyon tetszik. Közepén van valami lyuk. Arra figyelni kell, mert sokszor ilyen mocsár vagy ilyen sár van ám. Ezen a mapon vannak ilyen kis rafkós dolgok, hogy ilyen beleraknak ilyen nagy soros sárgödröt, amiben szépen beleesel. Ezt ott rohad meg a géped. Aha, ez az. Ez az, gyerekek, ebbe bele tudsz izélni, süllyedni. Ebbe bele tudsz süllyedni, bele... Ó, oh, itt volt, igen, oda nézzél. Ott a, hát így most szerintem így derékig el vagyok süllyedve. Úgyhogy ide belepottyarik a gép, akkor van baj. Aha. Jó, nem baj. Legalább is... Ez most miért állt meg megint, barátom? Kifutott, úgy érzékelte. Menjél csak. Nyomjad neki, Sándor, hát dolgozzál. Ne álljál le, ne álljál le. Jó van, amit elhagy, azt meg majd mi szépen utólag megdolgozzuk. Ezt most egy kicsit szarul indítottam, meg tényleg azokat majd ledolgozzuk. Azért is jó lenne az IH, aztán akkor nem lenne ezzel probléma. Nézzük, mit csinál, mi történik itt gyöngyösen. Jó, hát ez még csinálja. A másik is árpa volt egyébként, vagy mi volt? Ez is árpa, úgyhogy ez tök jó. Jó van, oké, nincs semmi gond. Srácok, 54 ezernél vagyunk. Hamsterezés szerintem pont 98%, szerintem ezt be is viszem. Csak tudnám, hol vagyunk néha, az esküszöm, néha be vagyok keveredve. Jó. Oké. Okay. Ó, nagyon jó, bírom ezt a setort. Kicsit lassú írtátok egyébként, írjam át a sebességét, meg az ifának is írják nagyobb sebességét. Lesznek majd olyan járművek, amik jobbak lesznek. Nem baj, hogyha nem tökéletes minden. Inkább majd akkor... De tényleg zöld a füstje, valaki írt a zöld a füstje, hát mit csináltunk vele. És tényleg zöld a füstje. Mondni. Eladjuk, azt hiszem 8000-be vagy mennyire bevette. Úgy. Szuper. Itt milyen? Itt valami állattartás? Ott pedig a vonat mare. Ez az. Na. Itt tudsz balát adni. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy rakja le. Tök jó.
Nagyon adja. De mi az? Még izé, meg mozog a traktor is. Mivel nem kapcsoltam le, bazze. Még mozog a traktor. Ja nem, hát ilyenkor elindul, hülye vagyok. Mert ilyenkor elindul ugye, amikor szórja le. De még mozog a traktor is. Mi? Izé, kardán az hajtja izét. Ez kardán vagy gardán? Nálunk mindig kardály, kardálytengely, meg ilyeneket szoktak mondani, ilyen parasztosan egyébként, de most ez nem hülyéskedek tényleg. Na 61 ezer, mindjárt meg lesz a izénk. Mindjárt meg lesz az UTB-nk, de ugye nem 60 ezer, nem csak 70 ezer kell nekünk, hanem 85 ezer, mert ugye egy tárcsa is dukál mellé. Gyerekek, 18.37 ma, nagyon para! Ránk fog sötétedni, gyerekek. Nagyon durva, imádom, hallod, esküszöm, nagyon adja. Egyébként a letaposás módot is írtátok, azzal megáll az a probléma, hogy néha a saját gépek taposják, mert meg az autokombájnál nem valami legjobb a letaposás mód, mert amikor saját maga letapossa a hülye, akkor abba hagyja miatta a munkát. Tudjátok, mire gondolok. Menjünk most erre egyet. Gyerekek, ránk fog sötétedni, hallod, beszarsz, hát ez így nagyon érdekes lesz. Jó, adjunk neki. Ez így nagyon para lesz. Szalma gyűjtés, tök jó, betakarítás írja, hogy gyűjtés, nagyon jó az a mód, és magyar. Nem bírom. Gyerekek, ne szívassál, sötétedik. Jaj, hát ez jó. Hát ez jó. Ez jó. Baze, tök jó fény, de jó hatása van. Jól néz ki, nagyon tetszik. Jó lesz ez így, ezt bírom, ezt már most bírom. Itt elindítanám az autótraktort, szerintetek mit csinálna? Megpróbáljuk? Figyelj, várjál, mit csinál? Autó? Ilyenkor most, ja nem is tudom megnyomni. Jó van, hál' Isten. Kezdi, hál' Isten. Jó van. Ja, tudom, hogy azt akartam csak a felét, de inkább elmegyek erre. De nagyon jók a színek most. Nagyon jó, lenyugvó napfénye. Fú, tetszik. Ott van a kombány, figyelj de. Tufelő. Megy az aratás, meg ott az ifa. Jaj, szép. Szép az ifa. Szép ad útra. Volt egy olyan rész, emlékszem, szép ad útra. Jó van. Hát valószínűleg nem fogom összehangszerezni egyébként az összes földről az összes szalmát, csak addig, amíg ugye nem tudok más csinálni, addig akkor hadd szóljon. Úgy vagyok vele, mert miért ne? De egyébként lehet, hogy nem lesz az, hogy én majd mindent. Ugye Hamutartó írta, hogy állítsam meg az MTZ-t, mert azon a földön is van még szalma. Hát ott rohadjon meg. És komolyan. Én azt nem fogom összegyűjteni. Az biztos. Az biztos, hogy azt nem fogom összegyűjteni, gyerekek, annyit. Hát ki az? Ki az Atya Úristen szedi azt mind össze? Ez inkább egy izé, ez egy ilyen plusz dolog, hogy ebből legyen nekünk egy kis pénzünk, de mindent nem szedjük össze. Na nézzük, hogy állnak a izék. Útokadály, MTZ, mit csináltál barátom? Hát már megint mit művelsz? Már megint neki... Jaj, fökenődött a izére, megint erre a csemetére. Itt vannak a bajok, mert már megint ilyen csemeték vannak itt, látjátok? És az megint meg is fog állni. Emiatt. Ott van a... Hát ezeket ki kell pucolnom majd fölcélítve ez, mert csak baj lesz ezekkel. Álljatok, álljál meg! De most, hogyha már megindítom arra, akkor csak eddig jön el. Úgyhogy ez nekem jó lenne. Arra megindítjuk. És akkor majd a sarkokat megcsináljuk. Kell egy IH tárcsa meg egy MTZ, mert ez így nem lesz jó. Na. 19.23 van, mindjárt vége munkaidőnek, mi? Jaj, de nagyon furcsa a színek! De jó változatos. És éjszaka lesz. Ó, ez meg már mindjárt 82%. Na menjünk akkor érte. Ez még mindig itt kerimbózsázik. Gyerekek, ezt tényleg össze kell rencsodrózni. Hát ez mi az őrület? Következő részben egy rencsodrót be kell raknunk. Hát ez halálos. Ez halálos paze. Ebből mi a Tigris csikos gatya ehhez képest semmi se, ha figyeld. De látszik, hogy milyen szépen dolgozik az autókombájnunk. Autókombiné. Nekem csak az marad, autókombiné. Ott meg szépen mennek körbe az a másik kettő, és oda is lemegyünk, mert ugye már elég jól állnak, 70 akárhány százalékan.
És az UTB, egyébként az a traktor, az egy őrült jó traktor. Mármint mod szempontjából is. Egy ilyen csomó mindent lehet rajta állítani, csomó minden izé nézet van rajt. Úgyhogy tök frankó. Na hát itt át is tudok menni szerintem. Szembe. Gyerekek, mindjárt besötét, mindjárt kapcsolatom fel a lámpákat. Megy le a nap, gyerekek. Milyen hosszabbodnak az árnyékok, de fasza. De fasza. Itt meg valami izé van. Parlag fű invázió. Ugyan jó, ugyan jó. Ó, jaj. Barátom Sándor meg. Már villogat, jó, nem baj. Még fér bele, 80%-on van, csak nyugodjon meg szépen. És ezen a földön már megint, mint hogyha jobban tellene a izé. A... kombány, nem? Ezt csak én látom ebbe bele. Ott is van egy földok. Annak a végében lassan meg kell nézni, mert nagyon sokat learatunk ám. De még a kukoricaföldek, meg a napraforgó földek is még hátra vannak. A Szotyi. Van egy YouTube-on egy ilyen izé, egy ilyen telefonhívásos beszélgetés, nem tudom, hogy valódi-e. De az nagyon, nagyon lol. Hoppá, az nem lett kiürítve teljesen. Jó, maradt rajta 6%. A... egy telefonhívás, és valaki hív egy másik embert, és azt kérdezi tőle, ha jól emlékszem, hogy hello! Na, szevasz! Szárad a borsó, vágod? Vágom. Aztán így, jó van, oké. Aztán minden oké? Ja. Aztán mit csinálsz? Fekszek itt. Hát az előbb mondtad, hogy vágod. Hát kérdeztem, hogy szárad a borsó, vágod? Azt mondtad, vágod. Hát vágom, hogy szárad a borsó. De neked a kombányba kellene lenned. Milyen kombányba? Milyen vagy te? És rossz embert hívott a csávó. És akkor kérdezi tőle, szárad a borsó, vágod? Arra gondolt ugye, hogy... mi a franc? Arra gondolt, hogy ugye kombányba ül és akkor úgy vágja. Ő meg nem tud, nem, gyakorlatilag egy rossz számot hívott és nem kombájnos volt. Gyerekek. Mit nézek körül, ha ki van kapcsolva a forgalom? Hát hülye ne legyék éppen, ha már szép nem vagy, okos legyék. Ugye? Na menjünk. Egyébként itt a másik pótkocsiban rossz, más a textúrálás annak a gabonának, azt mindig meglepődök rajt. De az tényleg mindjárt besötődik. Már kicsit olyan érzésem van, mintha esőre állna az idő, nem? Na, felünk ezt mondják, esőre áll az idő. Jó, koszos a vizé pótkocsi, le van rohadva gyerekek. Majd a végén átüzeljük, de mostban nem lehet leadni azt a pótkocsit, mert izéből van. Hát megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs az árakról, mert ugye ezt nem írja a mávos árakat sajnos. Úgyhogy ez a marha lútra itt eladni a dolgokat. De úgy látom, hogy nem annyira rossz. Nem annyira rossz pénz az árpa. De azt elképzelhetően, hogy ugyanannyira adja, vagy ugyanannyira veszik, mint... De nem, azt nem csinálhatja. Itt van egyébként glance mód, az a... amit kérdeztetek, hogy ott fel van. Nem glace, hanem glance. Jó, 70-80 ezer, ugye 85 ezertől. Nézzük meg, én nagyon féltem ezt az MTZ-t, mert ez az MTZ-ben gyerekek, ezzel csak baj van. Ó, te fiú, most már kijött ide, hallod? És itt állt meg. Ne álljál meg, dolgozzál, hát ide. Hát, lehet, hogy a tényleg ízét kellett volna, néhányan írtátok, vedd meg az írát, meg a rábat, mert csak bajod lesz ezzel. Már kezdem kapizsgálni, hogy miért mondta valaki. Jó, 81 ezer. Most még akkor nem veszem meg az UTB-t, mert frankon, megnézem mennyibe kerül tárcsa. Ja, 15 ezer. Igen, az UTB az meg biztos 70 ezerben van. Jaj, igen, és írtátok, hogy a rábos tájbőrből majd dupla kerekesed vegyünk, úgyhogy úgy is lesz. 70 ezer. Igen, egyébként ez túl van méretezve, de hát jó, nem fogom olyan dolgokra használni. Bezzel, hogy megy az idő? Este lesz mindjárt. Para. Tök fura, nagyon fura. Menjünk izére, menjünk. Tudom, azzal dolgozni kell, mert este lesz. Mi? Milyen durva, még izét is kell tartanom, izét. Mi az? Gyerekek, még a fény törik az ablakon is, more. Na hát itt lesznek bajok, mindjárt. Korom sötét, mi? Várjára kapcsolok egy pilácsot, mert itt baj lesz. Már nincs ezen izé, hát... Várjátok, lehet, hogy van rajta...
Hátsó munkalámpa. Első munkalámpa. 5-ös, 6-os. Na ezt akartam. Hát ez így most már tökéletes, gyerekek. Ki vagyunk világítva. Hoppa. Mondjuk ez a... Azt nem vágom egyébként. A fények azok mindig akasztják ezt a játékot. FS15, de nincs olyan gép a világon szerintem, ahol nem akad meg, hogyha felkapcsolod a lámpát. Jó, jöhet az éjszaka, gyerekek. Várjátok, hogy nézzem már meg. Ilyenkor ugye égve marad? Égve marad. Jó, jó van. Ah, de szuper jó, gyerekek. Tetszetős. Ó. Viszont ez megkikapcsolódott közben, ha kiszálltam. Jó. Oké. Éjszakai melória lesz, úgy érzem. 20 óra 55, hát nem fogok én pihenni éjjel. Fé, még a visszajel... Aj, te jó. Mindjárt derengeni fog a kabinba az a világításszerű. Ilyen világítás, visszajelző lámpák egyébként. Hát ez nagyon adni fogja, jaj. Hánykor, mikor sötétedik, gyerekek? Mikor jönnek a zombik? És a tükör tök jól néz ki. Működnek tükrök, és jól vannak beállítva. Tetszik. Tetszik, C-vel, gyerekek. C-vel tetszik. Adja. 23%, jó lesz ez, gyerekek. Befejezte a munkást az egyik forsit, várjál már. De megint az MTZ megállt. Ne álljál. De ez megy egy vonalat, gyerekek, és megáll. Megbolondít. Esküszöm, megbolondít, gyerekek. Már nem tudok mit mondani ennek. Ne álljál meg, hanem csináld a munkádat. Hát lehet, hogy el kell jönnöm kultiválni. Az UTB-ben eljövünk kultiválni, gyerekek. Szerintem az lesz. Nem hamsterezünk, hanem dolgozok izébe. Mert itt ez sose lesz meg ez a föld. 100 évig se. Meg ugye itt, na ez megtelt. Úgyhogy átpasszol. Figyeljetek, át kéne passzolni mire. Az is árpa? Ha az is árpa, akkor oda is átdobhatnám. Hát... Átrakjuk arra. Még azért ott van. De ez a baj, hogy tök fölösleges oda átraknom. Ott is egy pici, átmegyünk itt, azt átrakjuk ide. Ez talán árpa. Lógatja a kalász? Lóg a kalász, vagy nem lóg a kalász? Ugye kiderül, gyerekek. Ah, árpa, ez jó van. Adjál neki, jó. Szuper. Oké. Okay. Ez a gyerekek, nem tudok, mit ma. Mennyi munkánk van itt. 56-64. Jó, még csináljuk ezt. És... Lassan, hát egy olyan szerintem 10 óra körül már sötét lesz. Ja, jó gyerekek, jó. Így egy kicsit érdekesebb, hogy változnak a napszakok. És tényleg olyan érzésem van, mintha jönne az eső. Pedig aztán kis nyári este van. Hát, nagyon jó. Bejövős. Hát a telepeken majd föl lehet kapcsolni a lámpát. Hát majd éjszaka megyünk úgyis UTB-t venni, megmutatom, korom sötét van a izén a TS telep, a csirke telepen izé van, korom sötét van. Föl lehet csapatni ugye a lámpát. Jó, és itt volt az, amikor ilyen kis tök jó fénye van a lámpáknak. Ó, hát ezt ki kell próbálnunk. Csak tényleg nem tudom, mennyi pénzt viszel, vagy ez hogy van. De mondjuk hova adódna hozzá, bérköltségekhez, vagy hova? Jó, hát jó szarul szedem össze, tudom. Jó szarul. Ja, az Ikaruszokról néztem dokumentumfilmet, meg olvastam, tök jó volt, tök kellemes volt. Egyébként azt olvastam, hihetetlen volt, hogy a csúcson évi 11 000 darabot gyártottak. És ki az az évi, ugye? Tudjátok, van az a... Szőkenőt megkérdezik, hogy és mennyi az évi fizetése? Ki az az évi? Na, igen, évi 11 000 darabot gyártottak belőle, amikor leginkább csúcson volt, és nem is tudom, hogy valami 100-valahány ezred vagy 200 000 csináltak összesen Ikaruszt. És ugye a 260-as volt a leginkább, az a széria, ami leginkább ment, meg ugye a 280-as csuklós. És borz mindenféle, nem is tudom, 70 országba
vittek belőle, 70 ország vett belőle. De olyan országok, hogy Szingapúr, meg Venezuela, meg Kuba, meg ugye a keleti blokk összes országa, például ugye ugye a Szovjetunió leginkább, meg a csehek, meg a lengyelek, meg ezek a tényleg a keleti blokkba, akik tartoztak, NDK, azok vittek leginkább, de azon kívül mindenhol, Anglia, jobb kormányosat gyártottak, tényleg borzalmasan jó izé volt. És már megint milyen, kinek van utakadálya? Valakinek utakadálya vagy, gyerekek. Jaj, te fiú, hát mit csináltok, barátaim? Bele vannak, olyan nézzetek, mit művelnek, jó van? Ez meg ki fog érni. Ezt meg elindítjuk. Ezt meg valamit kell vele csinálni, mert... Ezek nem nagyon tetszik nekik egyébként, hogyha közel mennek egymáshoz. Az a legnagyobb problémájuk a gyerekeknek. Oké. Okay. Jó, egyébként eldolgozgatnak ezek, ez meg ugye a másik földön van. Igen, mindenféle országba vittek, és ez tök jó. Meg azt ugye néztem abban a dokumentumfilmben, hogy leginkább azért gyártottunk mi buszokat, mert volt ez a KGST, ez a kölcsönös gazdasági segítségnyújtó társaság, vagy nem társaság, de ott ugye úgy működött a dolog, ugye azért alakult, hogy a KGST országain belül, akik voltak, ezt képzeljétek el, úgy volt, hogy ki volt adva, hogy ezek az országok közül ki mit gyárt. És ugye kiadták, hogy Magyarország buszt fog gyártani. Mondjuk ugye a cseheknek kiadták, hogy csehek, mondjuk WC papírgyártók, meg autót. És akkor így gyakorlatilag úgy működött ez az egész, hogy mondjuk Magyarország gyártotta a buszt, és az összes KGST országba gyártotta. És mondjuk aki valaki mondjuk WC papír gyártott, akkor az összes KGST országba az gyártotta. És ugye meg volt itt Magyarországnak például az autót gyártson. Voltak próbálkozások, de nagyon kis lagymatagok, de meg nem is gyárthattak, hanem az volt a lényeg, hogy Magyarország, te busz gyártasz. Ez olyan, mint hogyha, mint tudom, a KGST országait úgy képzelitek el, mint hogyha lenne öt emberke, és akkor az egyik te ezt csinálod, ez a feladatod, otthon mondjuk te takarítasz, te ezt csinálod, te azt csinálod, te kaját főzöl, te kosarat fonsz, és akkor a többi embernek nem kell azt csinálni. Csak itt ugye országok voltak ebbe a KGST társulásba. Ja, hát lehet, hogy a T betű az társulás. A végén ugye a KGST-nek. Azt hiszem kölcsönös segélynyújtási, gazdasági segítségnyújtási társulás, vagy valami hasonló. Na. Igen. És rengeteget gyártott a Kikaruszt. Úgyhogy kicsit kitanultam belőle, ugye a 200-as széria volt ez a nagyon, ami nagyon ment. És még azt is tudom már, hogy a faros, az volt az 55-ös? Az 55-ös faros az volt talán. És azt azért olyan futurisztikus formája volt, ugye a faros Ikarusznak, mert azt tudjátok, hogy a repülőgép tervezők tervezték, és azért volt egy ilyen kicsit furcsa formavilága. Na, hát itt most vesztettem el egyébként a fonalat ebbe a szalma összeszedési mizériába. Itt már minden hangszer játszik, gyerekek, itt már kicsit ilyen snake-be mentem át, mint ami volt régen a telefonokon, a Nokiákon. Jaj, megbandulok. Hát igen, meg sem merem nézni felülről, de jaj, de jó sötét van. De egyébként lehet, hogy be kéne rakni azt az éjszaka módot, mert így meg nincs korom sötét. Így meg olyan semmilyen, nem? Hát nem sötét van itt. Be kéne rakni azt az éjszaka módot, gyerekek. Berakom. És akkor értelme lesz ugye a közvilágításnak, meg mindennek. Ugye akkor baromi sötét van, akkor korom sötét van. Hát ez így semmi, ennek semmi értelme. Igazatok van, srácok. Így semmi értelme, hát ez olyan, mint hogy a nappali fénybe játszanék. Legalábbis engem abszolút nem zavar ez. Na! Jó, tudom, az a rohadt izé, az meg már megint megállt. Ez meg már megint megállt ide. Jó, hogy nem ment bele mondjuk a...
abba a lyukba, mert még abban belemeheted volna, az még úgy hiányzott volna nekem. Jó, jövök izével. Jövök ifával, meg az összeshez el kell mennem. Kapcsoljunk egy lámpát. Mennyi lámpa van ezen? Ennyi max? Hát... így legyen. Ez így jó. Jó. Hú, micsoda futurisztikus gyerekek! Fényárba úszik az ifa. Nagyon jó. Adja. Várjatok. Jó, sorba össze kellene minden egyet kapnom. Igazából tök mindegy melyikhez megyek, hát menjünk a legtávolabbihoz. Hú, azért itt sötétben azért lehet porázni. Mondjuk a azt a madat beraknám, hogy baromkorom sötét van, akkor lehet, hogy azért itt izénék, cidriznék, hogy merre kell menni. Mert ott az tényleg, az a mod, nem tudom, azt ismeritek-e, de akkor így... így nagyon sötét van akkor. A csávó az fölcsapta a lámpát, mi? Hát igen. Egyébként Farming 15-ben hát ez így van, hogy fölrakod a világítást, aztán akad. De tényleg egy kicsit vicces, hogy így van. Na. Hú, ne cső. Csőcsumi csőtészta. Oké. Így szoka van, more. Hát beszarsz. Hát azért ezt is megértük. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hülyeséget kitalálok még, hogy még éjszaka veleti a Keeper, de úgy látom, hogy azért nem tudok kifogyni a hülye ötletekből. És mindjárt meg lesz az UTB, de viszont ezt az MTZ-t ezt falhoz vágnám legszívesebben, hogy újabban miért áll meg mindig? Eddig nem csinálta ezt a hülyeségét. Jó, mind a kettő 100%-on van. Ez is 100%-on van, meg ugye az a patak túloldalán lévő is 100%-on van. Jó, megyünk alá. Jó van, gyerekek. Mindegy, az a lényeg, pénzt termeljünk egyelőre. Viszont valamire gondoltam, ugye, ha így megy megállás nélkül az idő, ugye akkor lehet, hogy érdemes lenne majd, hogyha lesz sok pénzünk, amit nem tudom mikor fog megtörténni, épületeket venni, amik pénzt termelnek, ha belegondolsz. Na ugye, akkor annak lenne értelme. Viszont ezt le kéne adnom, mert különben ez nem fog beleférni az a 78% fölé. Úgyhogy ezt aladjuk. Gyerekek, én itt azt kihasználok mindent. Le lesz szaradva minden. Ja, azt a korom sötét... Gyerekek! Azért most már sötétedik, more! Szelep nem volt ilyen sötét. Azért már sötétedik izé nélkül, és szelep nem volt. Hát mikor? Akkor ilyen későn sötétedik. Bászor, besötétedett így éjfél körülre. Besötétedett így éjfél körülre. Ez nagyon kemény, várja? Lekapcsol minden... Azért, ja, azért nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz ez. Hülyeséget beszéltem, Keeper azt hitte, hogy itt izé lesz. Fényárba fog játszani éjszaka, de nem. Ha azt a módot berakom, akkor azt a házatot nem láttam szerintem. Jaj. Fájintos. Na, megvesszük ám az UTB-t. Föltétlenül. Aztán, mert ott rendet kell raknom azon a helyen, mert ez neki semmi értelme. Úgyhogy hiába is rendsodrózok folyamat, vagy hiába is szedem össze a szalmát. Hogyha az nem lesz záros időn belül kultiválva, akkor cseszhetem. Azt lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy megyek a munkás mellett, és hogyha esetleg baj van vele, megáll. Várjátok, itt át tudnék menni a vasúti hídon. Igaz, lehet, nem tesz jót a gumiknak. De gyerekek, izé van, sinifa. Ja, azt is néztem, az Icarus gyártott egy darab izét is még. Ugye a 260-as Icarusból volt olyan, hogy sinem ment. És mondták, hogy nagyon poén volt, amikor... Hol van az izé? Poénos volt, amikor átmentek egy ilyen vasúti átkelőn, és így mindenki nézte, hogy mi a
franc, a Zikarus jön keresztbe. Itt van az izé. A Zikarus jött keresztbe. Megint utakadály, megint elkott az egyik kombány. Ma úgy látom, éjszaka nem szeretnek dolgozni ezeket a gyerekek, gyerek. Sajnos. Megnézzük, mi történt itt már, mi folyik itt. Hát mi az a sebet csinálsz, te barátom? Nem csoda elakadtál te. Szépen mennyi, szépen okos legyél. Az meg mi csinált az a már? Ne! Gratulálok, barátom, Sanyi, mit csinálsz? Azért csak átvánszorgott rajta, hallod? A barom állat. És hova mész, tesó? Figyeld, mit művelsz? Hallod? Állj meg. Ez képes lett volna még egyszer végigmenni. Halljátok, belement a legnagyobb sárba. De hát majdnem felborult az egész, de még gondolta, hogy azért a nyilgázat ezt biztos jót fog tenni neki. Na nézzük, merre kéne tovább menni. Gyerekek, meg rendesen megszédülök, halljátok. Rendesen megszédülök. Hol vagyok? Jó. Az a föld is megvan, az a föld is megvan, az a föld jön, ezt is átrakom arra. De egyébként nem a legnagyobb ötlet azt csinálni, hogy több kombányt beraksz egy földre, mert belekeverednek a dolgokba. Jaj, az is a fák között tolagyott. Mit csinál? És a bász oda? Rejtőzködsz, mint a tankok, vagy mi? Jaj, tesó, figyelj! Úgy, szedd alá, jó lesz az, nem annyira rossz, mint amit gondolod. Igaz, hogy nincsen mit aratni, de jó, nem olyan ügyesek ezek a gyerekek, ügyesek. Itt ma nem tudom egyébként, én, hát mondjuk lehet, hogy meg tudnám küldeni utána, megküldöm utána, jó? Itt még van azért mit aratni. Csak, és itt be vannak rúgva egy éjszaka a sofőrjeg. Na, azt mondja, hogy itt meg megy a világítás rajt. Egyébként teljesen frankon nézünk ki. Ó, tetszik. Nagyon jó. Tök jó. Bocsánatot kérek. Egy picit. Megvesszük az UTB-t. Megvesszük az UTB-t, azt megmutatom nektek. Ja, a korom sötétben megnézitek, hogy milyen mi. Nézzük. Gyönyörű egyébként. Nagyon szép az a traktor. És megvesszük hozzá. Ezt a... Hát, lehet, hogy elvinni, tudom, de nem akarok kizélni, csiteskedni. Ó, már azért vannak gépeink. És ez az UTB, ez egy csoda, ez egy gyönyörű, ez egy csoda. Mindjárt megmutatom, várjátok, hogy miket lehet csinálni benne. Ugye egy az, hogy a C-nél van a belső nézetünk. Van egy olyan, hogy izé, nézet, ugye a vonó részre mutat. Van egy ilyen nézet, kerék fölötti. Ilyen. Nem is tudom mi ez, kipufogó. Meg ugye a hátsó nézet. Úgyhogy tök jó meg van csinálva. Nézzük meg a 5-ös, 6-os munkalámpák elvileg. Csak ugye hát ilyenkor megakad. Nézzük kívülről. Aha. Nagyon frankó. Tetszik, jó. Oké. Okay. Meg ráadásul eszméletlenül durva. Jól lehet itt irányítani. Ezt az UTV-t, igaz hangja az nyukul neki, nem tudom, ez biztos vagy hibrid vagy elektromos, de jó van, csak hülyéskedek ám. Oké. Okay. Kivegyünk bele a földre, megnézzük milyen sötét van a telepen. De az ez nagyon jó, jó lámpája ennek gyerekek. Amúgy... Ugye föl van a munkalámpa gyerekek, hallod nem is izé. De a... Ilyen, a fordulatszámérő az nem kicsit van kiakadva, gyerekek. Csippelve van a... csippelve van a verde, úgy látom. Azt az 5-ös, 6-os kikapcsolom, mert egy kicsit brutális. Na mi van? Nem akarja, hogy hogy van? Itt ezt úgy látom, kikapcsolni már nem akarja. Mi volt az? Open door. Oda nézzé. Ki hát nyitni kívülről az ajtót, paró. És úgy be tudsz állni. Azt nézem, hogy ez a világítás, ez most így úgy bebugolt, hogy elvileg semmit nem tudok, de van IC-nk. Ugye, ami
Nek köszönhetően elvileg tudunk dolgokat majnálni. Hű, gyerekek! Azt nézem. Ó, ki lehet nyitni a motorháztetőt, baze. Várjál. Ki tudod nyitni a motorháztetőt. És... nagyon jó, gyerekek. Ez az ajtó. Csak most aztán kinyitottam a motorházat. Én értelmes. Csukjuk le. Jó. Azt nézem, mi van még. Amit így széve lehet. Piszterkáját nem látok most, az az érdekes. Ó, oh, itt te. Oké. Más nem látok szerintem. Jó, nem baj. Izé, ez nem akar nagyon működni. Azt nézem, 5-ös, 6-os. Az ott az úgy maradt. Ja, most így. Oké. Rá kellett váltani ugye a gépre. Na, húzzunk bele. És a lámpa se akar most megműködni. Ja, mi? Ez a... ennyi a világítás, gyerekek? Felkapcsolt, kikapcsolt, figyelj, semmi. Hát nem egy erős, na. Jó van, menjünk. Oké. Okay. Hú, útakadály van már megint 2 darab kombájnak. Összeakadtak, nem kicsit biztos. Ja, munkalámpa nélkül nem valami jó. Munkalámpa, ahol így lehet látni. Egyébként 26-tal megy. A villám nem vágta meg, gyerekek, ezeket a gépeket. Hát szörnyű. Ó, de fiú. Hát de kiszárad a szemembe az, amire odaérek. Ne vicceljél velem, Sanyi. Ó, gyerekek. Jaj, gyerekek, gyerekek. Ezt nézegetem közben, hogy mi... Ott a izé visszajelző, jó. Nem, frankon néz ki egyébként, a izé meg korom sötét van a telepen. Fölkapcsolja a lámpát, megnézitek milyen? Hát, ha érdekel benneteket. Nem megyünk, jó, ezt megnézzük. Ide megállunk. Lekapcsolom a lámpáit, hogy ne legyen az zavaró. És akkor elvileg itt lehet felkapcsolni. Itt van. Áááá, világítom a telepen. Csak ugye így nem néz ki olyan jól. Kell az a izé, sader. Ó, igazatok van, kell az a éjszakai sader. Fölkapcsoltam, mert remélem nem viszi jobban a pénzt. Ez egyébként jó ez az UTB. Menjünk egy kicsit földes úton. Kíváncsi vagyok, hogy mozog. Ó, jaj. Gyerekek, baj volt. Ez ettől sebződött, hogy átmentem valamin. 2%-ot benyelt. 3%. 6%. Jó van, oké, álljál le. Ez baromére sebződik ez a gép. Láttátok? 6% azért, mert földes úton mentél. Hát mi lesz akkor, hogy tüzélünk? Itt vannak ezek a kis területeink is, a régiek. Hú, hát ez akkor ez nem lesz egyszerű. Izén kellene menni. Várjatok? Jaj! Hát jó, megyek földes úton, azt mondom, azt akartam mondani, mert elvileg el tudok menni földes úton is. Csak egy kicsit finoman kell ezzel közlekedni. Ne, nehogy elakadtunk. Álljál meg. Ó, baze. Nyomjuk egy hátsó munkát is. Néha megrúg a kicsike. Mindegy. Jó, mondom, izony, földes... Áh, 10%! Ne! Ne! Nem hiszem el! Óvatosan próbálok vele, gyerekek, várjatok, nyomunk egy izét tempomatot, az szépen okosan. Ez így nem lesz jó, mondjuk egy... Így. Nem szereti. 10%, itt meg ki tudunk gyorsítani, ugye? 9-10-re.
Hát beszarok be ezzel. Jó, és egyébként ezek a földes újrakat tudom használni. Ezeket sem használtam például, ugye nem kell akkor kerülőnek menni, tök jó. Nézelődjünk. 2:52, fázok egy kicsit a traktorba, gyerekek, komolyan. Kicsit fázok a traktorba. Ez most minek? Mi ez a hely? Hát, nézzünk egy térképet közben. Aha, tök jó. Simán tudok menni a MAV Trapig, földes utakon is. Ja, a rendőrök nem kapnak el. 11 szá... Én látom egyébként 11 már. Sebződés, és itt van a, itt lesz a kis izé kereszteződésem. Hát ez nagyon jó, itt van a föld, amit kultiválok. Tudjátok. Hát akkor ide kellett jönnem, ezt nagyon gyorsan ide értem, tök jó. 12, jó van, faszom. Kezdődik. Megnézzük az MTZ hol van. Az sajnos egy kicsit el van vezve szerintem. Egyrészt, hogy fogalmam sincs, hogy hol van. Na mindegy, itt ezt szerintem nekiindítom, itt. Keresztbe kosszába. De nem akarok autót traktorozni. Ó, te fiú, most nagyon megakadt. Állj, nem autótraktorral. Kikapcsoljuk az autótraktort. Normál. Jó. Oké, gyerekek, csináljuk ezt, hát hozzuk az MT-t. Nem tudok mit csinálni már ezekkel a bolondgépekkel. Nem tudok mit csinálni ezekkel a bolondgépekkel. Azon emlékszek arra a visszajelzőre, ami ott nem volt, az ilyen kupalakú volt, nem ilyen kis domború. Bolondok ezek a gépek. Azt hittem, hogy már a kapásból valami történt vele. Gyerekek, az hol jár? Hol jár az UTV-nk? Jaj, Sanyi! Te a földet ne tartsálsz bele, légy szíves, ne legyél paraszt. Na kell nekünk egy valami nagy gép, mi? Kell nekünk valami nagy gép, mert ezek pöcsköszörükkel itt teleszünk egy darabig. Viszont most lehet, hogy a nagyvetőt kellene megvenni. Gyerekek, egy kicsit megmondom őszintén, el vagyok vezve. Úgyhogy segítsetek nekem, hogy hogyan tovább, mi legyen. Mit kellene nekünk csinálnunk? Jó, ez lefele fordul, remélem az MT-zés, igen, az is jó, oké. Jó, hát ezek csinálják. Csak az a baj, mindig odébb kell őket rakosgatni. Nem, mondjuk egész jó meg vagyunk. Nézzük egy területet, basszus. Hát miért nem nézek? Nézzük, időjárás jelentés, basszus. Ma felhős idő lesz. Beszarsz, tök jó. Mennyit költöttünk? Ma új járművekre 85 ezeret költöttük. Ja, mert ugye ma írja. Aha, nem összesen. Mert ugye eddig összesen írta, mivel nem telt el még egy nap se. Oké. Okay. Tej. Van 4 deci tejünk. Gyerekek, nagyon kemény. Uh-huh. Tojás van 20... ez az árak, de hülye vagyok. Én buta voltam. 22, egy darab tojás 22 euróba kerül. Ne szapassatok, hát ez nem drága egy kicsit? Nem drága egy kicsit? Oké. Okay. Na. Betakarításra kész a zöld területek. Úgyhogy, oppá, bocsánat, beütöttem a mikrofonba. Úgyhogy azért van még, gyerekek, nézzétek már meg. Ami zöld, az mind. Amiket ledaráltam, azok a barnák. Úgyhogy elég jó azért nyomtuk, mi? Azért itt megkezdtük, mint a vírus, gyerekek, végigmentünk mindenek. Na, növekedés termésfajták. Igen, és itt van az, amelyiket ugye sikerült kultiválni. Ez a területe ott egy kicsit csikos. Most kezdtük el ugye itt ezt a részét, meg az van hátra. Hát ide ilyen tartsasz kellene, meg egy rába, mert különben ide feketedünk ezekre a főnekre, én úgy érzem. Úgy érzem, ide feketedünk ezekre a főnekre. Várjátok, valamit megnézek. Az MTZ-nek nem csesztünk el semmit? Jól csinálja ez?
Mármint, hogy megfelelő szélességbe? Na azt nézem az UTB, mintha sokkal szélesebbet lehet darált volna. Már mondjuk azt telebb is indítottam, ugye? Nem, jó csinálja, jó. Oké. Jó van gyerekek, szerintem ennyi volt ez a rész. Egyébként a hétvégén akkor, amit beharangoztam így, vagy így megsúgtam nektek az elején, az menni fog. Közben írjatok tippeket, hogy hogyan tovább, hogy legyen. Mert egy picit el vagyok vezve. Na, köszi, sziasztok!